Napról napra szembesülhetünk azzal, hogy hazánk, megyénk, de városunk is megszenvedi a lelkiismeretlen illegális hulladék lerakók gátlástalan tetteit. A város tett és tesz ellene, az illegális szemétlerakók felszámolásához hozzájárult az önkormányzat is. Éppen most zajlik a Jövő Plusz Fesztivál a városban, amelyik pont a jövőtudatosságról, a fenntartható fejlődésről, a környezettudatos természetvédelemre összpontosító fejlődésről beszél, és most pedig itt van egy ilyen akció, amiben több helyen a városban egyébként hulladék szigeteket próbálunk felszámolni. 7 helyszín, 180 ember a környezetvédelmében, csak itt Székesfehérváron. Titok nincs, cél van, az eredményesség záloga, környezet, tudatos nevelés 365 napon át. Egy kicsit azt gondolom, hogy tudatformálás, példamutatás, de mindenképpen ehhez a jövőtudatos hétvégére csatlakozva a polgármesteri hivatal munkatársai 7 helyszínen 180 ember igyekszik megtisztítani egy kicsit a környezetünket és élhetőbbé tenni a várost. Az e-hulladék a számítástechnika világában keletkező lejárt, egykor olyannyira kedvelt eszközök gyűjtőhelye. Jelen pillanatban itt a mögöttem található konténerben 7 köbméter vegyes elektronikai hulladék jött össze, kisebb, apróbb alkatrészeket gyűjtöttünk. A mozdulatok sora dönt, ahhoz, hogy ne szemeteljünk, kevés egy-egy akció, látványos program. Együtt gondolkodjunk, mondta Vámbéri Ármin. Székesfehérvár már megtette az első lépést.